Tisztelt ünneplő közösség! Nagyon fontos, hogy az egész Kárpát-medencében, ahol magyar történelmi emlékeket lehet feltárni, akár régészek által, ezeket az emlékeket megőrizzük, bemutassuk az utókor számára. Annyira gazdag és páratlan a magyar történelem, egyáltalán nem szégyelni való, hanem fantasztikus, és ezt meg kell ismertetnünk az utánunk jövő generációkkal. Muszáj, hogy ezt a tudást, ezeket a leleteket lássák, átéljék, ezért is jók az ilyen típusú látogatóközpontok, ahol a gyerekek akár interaktív módon, vagy a látogatók interaktív módon nem csak látják, hanem átélik, megtapasztalják őseinknek a kultúráját, a mindennapjait, szokásaikat, öltözéküket, egyszerűen a gazdag múltunkat. Magyarságkutató Intézet részéről 11 kutatóközponttal rendelkezünk, és azt hiszem, hogy itt leginkább el kell majd segítség, az a régészeti kutatóközpontunk, a néprajzi és népzenei kutatóközpontunk, történeti kutatóközpont és a László Gyula kutatóközpont és archívum, akik a leginkább segítségére lehetnek az itteni tiszacsomai honfoglaláskori látogatópark fejlesztéséhez. Agasz Emlékpark országosan bejegyzett terület, ahol a honfoglaláskori magyarokról nevezték el ezt a parkot. Háromszor voltak ásatások a mai emlékpark területén, utoljára 1990-es évek elején, és akkor indult meg igazából a park fejlődése és fejlesztése. Tehát a mögöttem látható úgynevezett szimbolikus járom a központi eleme ennek a parkfejlesztésnek, de aztán itt kaptak a helyet Matt Péter munkái is, amelyet legelsőben a Vereckei hágóra tervezett. És aztán úgy alakult, úgy alakítottuk, hogy minden évben nagy érdeklődés mellett itt megemlékezéseket tartunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hisz a kárpátaljai magyarság helyzetéről, pillanati állapotáról tudunk itt beszélni, és elmondani meglátásainkat a jövőt illetően. Így volt ez ma is. És úgy gondolom, hogy akik itt voltak, azokban egy kerek kép alakult ki ezzel kapcsolatban, ahol elmondtuk újból a fő követeléseinket és a legfőbb problémáinkat. Úgy gondolom, hogy mivel sokan vettek részt ma is, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hisz így közvetlenül, hogy mondjuk első kézből kapott információként az emberek másképp értékelik információ tengerbe azt, amit közvetlenül tőlünk hallana.